Sziasztok! Ismét fogáserő edzéssel fogunk jelentkezni. Bátori Szabolcs barátunk küldött nekünk ismét ilyen általa készített és tervezett fogáserő kis eszközöket. Ezeket fogjuk edzésen kipróbálni. Az első az egy 0,8 kilós 10x10 centis blokk. Aztán a második az fél kiló 45 fokba le van vágva. Ezekre nagyon kíváncsi leszek, hogy hiszen már így is önmagában súly nélkül is nehéz a fogás. Aztán a harmadik is egy ilyen kis háromszöges, de van egy kis íve, ahogy látjátok, tehát nem teljesen szabályos. Így ezzel majd így kellene menni. És a negyedik, ez két oldalt is lehet fogni. Először is ezt a részét, ez a fogó 1,22 kg egyébként az ön súlya. Hát lehet fogni fölülről is, és hát így a tetejét is, ami szerintem már kihívás lesz így megemelni. Nagyon jól el kell kapni egyébként, hogy föl lehessen emelni akár így súly nélkül is. Na, kíváncsi leszek, remélem minél többen összejövünk majd az edzőterembe. Próbára, túl nagy súlyok nem lesznek emelgetve, azt már most előre leszögezem. Meg is érkeztünk a terembe. Behoztam a fogókat. Ketten vagyunk Krisztiánnal. Várjuk a többieket. Aztán kezdjük. Előző ilyen fogáserős videónkban láthattátok már ezeknek az eszközöknek a tesztelését. Ezeket is Bátori Szabi küldte nekünk. Majd belinkelem ide a videót, és akkor meg tudjátok nézni azt is. És akkor most újabb négy eszközt küldött, ezeket fogjuk most tesztelni. Kicsit rámelegítünk, Krisztián már nyomja. És akkor, ahogy érkeznek a többiek, kezdjük. Megjött on. A 10x10-es blokkal fogunk kezdeni. Szerintem 15 kilóval kezdhetünk, nem? Simán, kezdés vannak jó. Kieső. 15 kilót feldobunk. Fogó alapsúlya majdnem 1 kiló, 0,8 kiló. Krisztián, kezdjük. Nem megy. Tényleg? Húha. Lehet nagyon felélődtünk ezzel a 15 kilós kezdéssel. Na. Mindjárt megnézzük. Na, hiszen gyorsan végig megyünk, ha mindenki kiesik a 15 kilónál. Gyorsan emeltem. Kentél magnéziát? Semmit. Én sem. Csak ezért. Ha? Semmit. Most megnézem én is aztán. Nem. Hát, nekem felemelkedett azért kicsit. Ezt lehet 5 kilóval kell majd kezdem. Aha, ja, hát a magnézia sokat szerint. Na, kellnek én is egy kicsit. Melyiket kentő? Na, szappan. Számít egy kicsit. Szappan, ja. Támadjad. Jött egy új versenyző is. Felhúzó világbajnok. Magnéziát kenyésző. Ja? Jó, hogy nem roppant el az eszköz. Na mi van? Te jössz. Ezt megemeltük négyen eddig. Jó napot kívánok! Megjött az öreg. Megjött Gert. Persze. Magnéziával könnyebb, kenyő szakmát. Mondtam nekik, hogy ha már ők nem bírják, szóljanak. És akkor én azon a súlyon kezdek. Fél részegen. Hoppá! De ne csak tapasztalat. Várjál, baj van. Hopp!
Aha, jó, megadjuk. Rajszínűleg benne voltak az ujjába. A mester igen nem bánt. Kis ismérjük, kis húzzuk ezt akkor. Azaz. Eléggé. Jó, ugri. Baj, jó. Csak jó, na. Akkor eddig még nem esett ki senki. Tegyük 20-ra. Kezdjük a második kört. Krisztián 16 kilóra jött. 1,25-öst tettünk rá a pluszba. Majd kitakarjuk. Kilétem tényleg. Ja. Vagy éjfel egy ilyen izgatott lámpát. 16,25 meg volt. Ja, köszönöm, hogy felvesz. Nézzük a 20 kilót. Aha. Aha, jó. Ez még meg volt. Gergő. Ó, de mi van itt? Megnézem én is. Na, be is álltál a sorba ide. Ha, meg mit kell csinálni, mondjál. Itt a sorba hálészkodom. Ezt mondd el a kamerába, légy szíves. Hoztam zsírt, itt van. Ja, a mesterkerendával kezdünk. Ki jön? Ki nem volt még ezen? Sanyi? Miért csak 25? Szerintem 20-at emelt vele. 20-at emelt vele? Vegyétek 50-re. Nézd oda. Mondjuk keze van. Utcáról bejött. Hosszú táv, pénz után. Így van. Nyugállományban. Fél részegen. Majd végig síp alatt nézzük. Most csak öngyük. Na nyomjunk egyet, fekve jössz. Kivetem el a szintet. 70 kilomban. Felvek egy 30-40-t aztán. Megyek. Várjál még. Egyet emeljek már. Mi álljon? Ja, még a 20-ra elmész köszön. Nincs. Csak itt van ezt főállásban. Idegen félre volt a lebénulva. Kicsit csinálni? Ja. Ezért volt nekem is ilyen könnyű. Lehet. Nem akarsz találkozni. Ennyi? Oh, azaz. Jó, megyek tekve nyomni. Na. 20 kilónál még bent van mindenki. Ja, Krisztián, az nincs. Jó, mindig szent van. Jó, azt mondja, hogy a súly is lesz van. Én nem is leszek benne. Nézzük, gyerünk. Azaz, mozdult pedig. Azaz. Nem csavarodik, meg lehet megletolni. Mületezzel, talán valaki ezt is. Jó. Súly 25 kilóton készülődik. 10x10-es a fogó. Hát ez ilyen feles. Úgy az érvényes, ha le is teszi, ha közben kicsúszik az ügyben. Ezt én nem adom meg. Látjuk. 5 kiló nagyon sok ennél szerintem. 5 kiló emelés. Na. Hát, nem tudom, nem tudom. Megadjuk. Én nem attól függ a... Megjött Gergő, 25-re. Nem ment a 20? 25? Jó. 25? Az előző az 20 volt. Ja. Mi volt neked? Fejlesz a szkanderedzés sokat kivett. Ja. Most el van fáradt. Aha. Ez a 25? Ja, aha. Jó. Könnyű. Jó, aki röpaldázok is, meg gyúr. Következő versenyző. Igen. Bárki, Zoli. Sanyi az életem. Sanyi. Aha, jó. Hoppa, hoppa. Ennyi. Nagyon könnyű. Te még rámész? Én rámész. Mihály? Én rámegyek. Megnézem, hogy ha ilyet, akkor...
Szálka, ja, azért sikerült. Jó. Az fog sokat. Majd van benne, nem néztem. Nem tudom, ilyen veszélyek az én. Akasz rá a súlyt, úgy kell emelni. Mihály 25-ön? Meg volt, láttad? Uh-huh. Kicsit megemelkedett a múlja. Nem, hiszem. Menjünk is a másik terembe. Erre mondják, hogy határeset. Nem hallasz, és nem szalakjegy. Ó, jó. Ó, az az. Jön tonna, második próbálkozás. Aztán megnézem én is. Ó, jó. Átadom a kamerát. Nem akartam összeroppantani azt, hogy arra is figyelni kell. Megviszod, hogy én mennyire szólítom mi? Aha. Jó, azt mondom, kiváljuk. Csak te csinálsz, hogy a vlogot elátsz, ne állj, hogy ilyen szorul. Nehéz? Ráadó, hogy még mindenki felteszi a kapusznit, aztán majd a végén kiválaszt, hogy melyik volt ő. Húzba, húzzá, kész. Mondom, hogy kell, de szerintem van már kicsit. Megvan, úgy sem. Nem, tehát szorítani kell, az a titka. Mennyi a súly? 30 kiló a súly, jönnek a... Jönnek a bent maradt versenyzők. Én meg Krisztián estünk ki. Jöhet Gergő 30-ra. Persze, 30 az. Nálam beugró. Tuga. Nyugodtan jó van. Úgy nézem, hogy 30-at emeli, lehet az nyert meg a versenyt ezzel a fogóval. Ez van az ötös lépés ennél. Sok, sok, sok. Nem, még. Hát, hát várjuk meg. Még lehet, hogy én nyerek, mert végül is, ha mindenki sikertelen, én felemeltem azért. Ja, olyan is van. Kinek mennyire nem megy. Aha. Föltelő urány. Nézzük, mi a jó. Felemelni is van, mert egy pillanat. Itt várjunk. Egyik ballát csináltad, azt mondom, hogy vágtad. Nem, de ismertek volna, hogy tápítról van. Egyéni vállalkozó vagyok. Sokat számít ez az 5 kiló. A 25-öt meg milyen könnyen emeltétek itt meg? Kicsit. Na, érzem. Most érzem magamban. Nézzük, Gergőnek volt egy, hát egy ilyen fél sikeres emelése. Hopp! Aha, jó. Ráfogott. Bevaxozta a kezét itt a háttér. Púder. Ez milyen vax, ez úgy néz ki, ez Gergő nyeri 30 kilóval. Szabba is adjuk. Aha, aha. Úgy adott a comba szalmány, jó? Ja, várjunk. Lehet onnan 25-öt is elcsolta, csak nem figyelt. Nem? Ma visszanézünk. És ott kisebb van a hangsúly.
Na. 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 Akkor eddig Gergő 30-on, ha Mihály felhúzza, akkor mennek nagyobb súlyra. Gyere, jó. Nem. Na. Jó, akkor egyet nyertem. Menjünk meg vagyunk. Jön a következő fogó. Jött a következő fogó, Krisztián kezdi. 20 kilóval. Azaz. Jó. Akkor majd innen megyünk fölfele, ha ez sikerül mindenkinek. Krisztián kezdett 20 kilóval most. Mindenki megpróbálja a 20-at aztán. Lehet, hogy ezt is 5 kilónként pakoljuk. Ha pakoljuk. Még itt nagyon ki kell találni, hogy fogjuk. Nem is tudom, hogy oké. Hát, a 20 kilónál sokkal több nem fog menni senkinek szerintem. Nagy 20. Jó. Kezdő? Megjött Mihály is a 20-as kezdőre. Hát most a fogást... Várj, ezt... Hát nem tudom, ahogy valahogy fent. Nem így van, hogy is van. Úgy mind a kettő, csak egyébként a másikat kezdni. Nincs, esély nincs 20 kiló. Na, persze, azért jó. Ez van így. Úgy jól hát vagyok kezdődre, és akkor nem tudom. Mind a ketten bent vagyunk. Nehéz, hogy... Háromon. Oda. Puh. Sokkal, sokkal nehezebben emeltem. De oda lehet fogni azon az oldalon. Egyenetlen az egyik oldala. Nézd meg közel. Jó. Itt. Ezt hogyha jó. Ezt ki tud használni. Nem tudom, mennyire szabályos, hogy használod, de ilyen az eszköz, akkor használjuk ki. Persze. Hogy kell fogni? Én lelkes amatőr vagyok. Lekéstétek a technikait, szóval. Most magyaráztam rá, megy év, akkor se kell, hogy magyarázzam. Ez egy vasaló volt régen, az lett által a tiszta? Látod. Így kell fogni? Hát, mindegy, úgy valahogy felőrül. Te kis ugyan is. Mondjuk én csak két egyik ujjamat tagasztottam be erről, de jó, úgy is. Jó. Hát így ilyen izomból. Szerintem, aha. Ez megvolt. Akkor így emelték. Ha nem megy, szemben fogsz nem hozzá nyúlni, ahol beletagasztom. Átakasztok a másikba, és akkor 1.25-ről indulunk. Jó, sokkal több nem kell rá. Jó, könnyű. Mit tegyünk rá? Valami súly? 5 kiló. Vagyok gyorsan, 15-ösök és 10-es. 20, ja, kettő feles vedlő, 10-es mehet rá. Akkor 5-tel lesz. Én itt kiesek szerintem. Én itt kiesek szerintem, úgy emelt. Ez volt a kiam, nem viszont. Hát ott kettővel fog rá előtt. Aha. Az előbb volt a technikai, nem? Senki tudod össze, vagy egy rohantada kell tartani. Hát érezt, ahol fogtad arról, kicsit bejel van, kiért vannak a részek. Fel se tűnt. Nem, mikor ott kapaszkodtál, két ujja láttak. Gerbi volt az első, aki két ujja fogott rá arról. Összörgöl. Határeset. Hárommal fogok rá kettőt, csak így stabilizálni, hogy oldalra nem vigyünk ki. És hogy lehet kiengedni, nem? Hát az lehet. Már a kinek. Azaz. Úgy lesz, jó. Aha, azaz. Jó, de sima. 10 pont a külben élnek. Nyomjunk egyet. Nyomjunk. Egyet húzok, aztán nyomom. Várjál, másikból akarsz, Krisztián. Ne várjál. Kérdebben húztam. Nyomtam. Kettőt nyomtam. Aha, kettőt nyomtam. Aztán húztam. Akkor sem húzom el egyet, amit hogy aztán mondtál. Megyek. Na, rájátmosogott hozzá.
kicsúszom. Oldalt engedi ki. Meghagyja ki, és könnyű. Yeah. Na, megnézem én is. Lehet egyedül esek ki. Gergő, volt a szemetünk? Volt. Ebben nem volt. Ebben nem volt. Rég kezdtem, és utána nem volt. Na. Egyedül esek ki vajon? Könnyű. Erre rá kell menni újra. Gyorsan a végét vagyok. Támadod, hogy? Menjen nyugodtan. Jó, de várjál. Gyorsan. Jó, 30-ra. Persze? Nem. Hát menj ez. 30-ra, ja. Ton 30-on. Aha, aha. Vedd vissza, míg nincsenek itt. Elég lesz a tudom. 27-en, igaz, visszafele nem lehet venni, de mindegy. Most nem látja senki, csak a kamera. Ja, sok az a 2 kilója. 2,5. Aha. Elég. Elég. Kezdésnek. Igen, kimondottam. Gergő jön 30-ra, 25-öt ő kihagyta szerintem. Ki? Nem fáradsz ki magát. Aha, könnyű. Jó. Mondjuk ő közben fekve nyom a másik terembe, aztán onnan szaladgál át, meg a többi... Csak azt nem mutatjuk meg. Meg a többi, többiek is. Nincsenek a hűlbe. Jöhet Mihály 30-on. Aha. Hát ez már... Az érdekes, kb. Ugyanannyikat lehet ezzel is emelni, akkor, mint a 10x10-essel. Hát 30 fölé nem nagyon megy senki szerintem. Kivéve Sanyi. Hát az nem megy. Ha nyerek itt is 30-al, akkor nem megyek. Jó. Mi? Nem szerintem lapozhatunk. Nem, ő már próbálta. 22 fél sem állt. Letalapadni. Jó, figyelni. Igen, de most is 30-al. Hát! Hát, én még megpróbálom, de szerintem esélytelen. Másikkal kezdünk 2,5 kilóval. Gyerünk! Is. 7,5 kilón Krisztián. Hát itt szerintem 10-nél sokkal többet mi sem fogunk emelni. Azaz, na jó, ez meg volt. Nem csúszott ki. Jó. Megnézheted a 10-et, aztán mi megpróbálunk onnan kezdeni. Na. Jönnek is a versenyzők, 10 kiló a kezdés, hogy... 10 kiló? 10 kiló. Ideig nem estem ki, akkor pisan szerintem. Krisztián 7 felet emelt, jöhet a 10. Senki nem jött még át jelentő, hogy 10 kiló? Hogyha így is lehet fogni, vagy? Nem, nem, csak úgy. Úgy? Úgy? Most így kiemelt fel az ötöt. Én 7 és felet, most ezzel nyitok majd. Ez igen, hát... Húha. 7 felet viszont, de? Kizárt. Úgy felemelje. Úgy látszik, akkor Krisztián valamiben jobb lesz, mint Ton. Ő 7 felett fölemelte. Ez és utána ezt lejátszák sört is. Jó, mondjuk más volt a technika, de... Így?
ütte. Volt csukló volt fordítsbe. Ja, így? Szóval. Mi? Ja, hát jó, hát én. Is lehet szabályos. Hát nem tudom, be. Amúgy nem lehet egy kilót sem szinten. Na. Nézzük a technikákat. Ugyan. De várj, ez mi szabályos úgy volt? Nem. Hát nem tudom. Jaj, hogy? Teljesen függőlegesen a saját fogó súlyát is nehéz megtartani. Hát azért. Aha. Na. Mindenki kiesik 10 kilónál, akkor Krisztián nyert 7 félből. Hát akkor viszont ha nekem sem megy. Aha. Aha. Nem megy. Mi a technika? A végén ezt a kapónapra lehet legalább a kis súlyat, vagy valami? Nem. Gyerekkori élmény, amikor horgáztunk, kifogtad a hadsz, nem bírtad megfogni. Kár. Kiugrik. Azok az összes fogói. Minél erősebb a szorításod, annál hamarabb kiugrik. Persze. Összen a nagyobb a préselés. Ja. Ez fizika. Vagy mi? És akkor Krisztián az úgy csinált, hogy ez becsavarta így? Ja, ja, de. És mit megtartottam újjaktól, ahol még kérdés. Oktató videóval ezt csak mondom. Jól kezdted, csak ott tartsd meg, ahol behúztad. Mert ez így esélytelen. Nincs az is semmi, ez így nálva. Hoppa. Csak fordítom. Melletted szállt hozzátok be a kampót. Meg van még otthon. Yeah. Azaz, jó, tedd le gyorsan, hogy kicsúsz. Ah. Jó. Így is fáj. Ne? Ah. Hello. 10 kiló meg volt Mihálynak. Nézd a szabályos. Így nem lehet? Nem. Hát megadjuk. Hát és így enged jobban lejjebb. Enged alá csuklódat. Így? Úgy. Úgy, törje ki az ujjaidat. Azaz. Úgy. De érzem, hogy nem lehet gyújtott kézzel. Nem tudom mi a szabály. Nem értem a formának, hogy így emeled, akkor... Hát jó, de amúgy meg 1-2 kilónál többet szerintem nem lehet. Nézzük. Hát próbálom, hogy 2 fél lehet, viszont te is sem. Na most nyomjuk így, aztán... 2 fél még már teljesen fölülről. Lehet visszavesszük, és akkor utána így befordítás nélkül is megpróbáljuk. Így felemeltetni magát, hogy ma kezdve. Hát így. Hát úgy. Előbb 1-25 az egész, látod? Az már a***** egész. Jó. Mondom, hogy 10-re kállal kezdjük. Nézzük, hogy hát, csak ez egy nem grip, mert... Igen. Hát csukló, alkar végül. Ja, abból tartod. Nem ezért jöttünk. Hoppá. Ja, ez igen. Széria súly. Jó. Menjünk fel, mert valami. Itt csak átbasz a fejére közze! Valahol nem marad. Nézzük meg a telefonit. Megnézhetjük, jó? Jött a kifogás, onnanul maradtak. De várj, ha felhúzom a tizet, akkor mi se jártani a kezemet. Jó, majd azt nem vágom. Ötöt megpróbálod? Ja, nem. Én majd a tizet, mert azt én még nem próbáltam. Ja, így? Jó. Akkor felhúzom a visszalára. Jó. Húzom felülről, aztán megint jelezik a mércet. Átadom. Akkor én meg még a 10 után húzok, hát én nyerek. Hogyha többiek nem mennek nagyobbra. Alig ment nekik a 10. Jó. Megpróbálod? Megnézem fordítás nélkül a 7 felett. 6. Esélyt van. Emelkedett. Nézzük Krisztiánt.
Sok az a kettő félre. Próbáltam, már nincs meg. 6,25. Kezdjenek ezt a többiek. Jó. Mennyi az annyi? 6,25. 60, vagy? Ez ugyanaz a fogok? Ugyanaz, csak befordítás nélkül. És az így ment? 5 még ment. 5. Hát akkor vegyük vissza. 5 ment Krisztiának át. Ez fordítva. Ez már ide jó volt, ja. Akkor legyen teljesen egyenes, úgy húszom az 5 kilót. Hát, felfele jó volt, csak lefele, mintha zuhant volna. Megpróbálom, aztán megadom az előzőt, visszatűzre. Jó volt ez. Szóval sokkal kezdeni. Kezdek később, te? Na, nézzük, hogy gyengén. Jó lapac. 5 és fél. Aha. Hát jó. Hú, de kell, megvan, megvan, megadjuk. Megvan. Megadjuk, jó. Hát túl sokáig néztem, hogy feljött most. Megyenek rá 10 dekát. Mert több nem mennünk. Nézz oda. Azaz jó. Oh. Aha, ráéreztem. Na, nézd, csak egy 5-15 fogot kell befordítani. Megy az végül szerintem. Támadj őt. Aztán a mázsa mellé most már hozunk valami grompontos mérleket is szerintem. Ja, új lenyomatunk nem marad, hogyha menni kell a hivatalba. Megem már az összes új véget ég. Ez a sok kicsúzástól. Na jó, könnyű. Ez egy 30 fokos. Ez easy. Jó volt. Jó volt. A szögmérjük is hozunk most már, hogy lesz. 6,25. Ah, jó. Na itt nem volt semmi fok. Kérdez, álljál. Kis álltál vele, de... Faszom, állj még itt. Aha. Aha, ott is ott a hosszú, figyeld. Bőven. 15-20. Persze. Aha, ez már nem marad. Majdnem. Nekem ez feljött. Hát itt felemeltem mindenki, nem? Tegyünk rá! Megpróbálj szabályosan! Legalább valaki! Mindig 6,25, az igen, jó. Ez jó volt. Azt nem egyszerűen. 1,25-re fejér? Igen, nagy lesz 2 fél. Annyi elég szerintem bőven. Jó, majd vagyok akkor. Jó, aha, várjál. Valami hiba van. Lesz volna. Jó van. Jó, 7,5 kilón Gergő. Ráéreztem. Jó, az előbb megemelte Tón is, csak megtelt a tárhely, aztán megállt a felvétel. Nem mutatja most, hogy kell. Aha, jó, ment neki még egyszer. Most már. Jöhet Mihály 7,5. Ó, könnyű. Az igen. De könnyű van. Nyomtam már. Az. Ó, könnyű. Nyomtam még egy. Azaz. Fogót cseréltünk, 7,5-el kezdünk. Rövidebb videókat csinálok, mert tárhelyi gondok vannak. Krisztiánnak meg volt a 7,5. Jöhet a 10. Hát határeset. 10 kiló kezdősúly. Hát ebben sincs sokkal több 10-nél. Jöhet Tón 10-re.
Aha. Úgy tűnt, mintha könnyű lett volna, de mégsem. Jó. Jött a... Van. Kihagyom. Két versenyző, Gergő kihagyja. Gyerünk. Jó. Jó. A végig most lágott be, hogy jövő. Gergő 12 felen kezd. Új országos csúcs. Aztán lehet megbánja. Nézzük. Aha, aha, hoppá. Gergő kérség érvénytelen gyakorlattal? De nem arra járni. Tényleg visszaítés nincs, hogy bocsánat, sorry. Hagyom most, mert... Majd ezt megvágjuk, találj ki valamit! Na, a tonnak megvan. Asztalmas kóstolás kívül. Szerintem előrizni kéne a tenyerét emelés előtt. Natural por. Eddig még csak... Csak tonn emelte, nem? Még nem próbáltam. Aha. De tudom, nem elte Krisztián, nem próbálta. Gergőt bevasolta. Engem, ezt most nem fogja nyerni. Egyetem, én még benne vagyok. Rájöttem, hogy ott csinálod. Hogy? Nem tudod. Így! Melyik, a göbölyű oldalában a üveg, új, a másikon a többi. Tetszik érteni? Jó. És én most úgy fogtam, vagy lesz ez kell, úgy fogtam? Ó, hogy rohadt meg! Nézd ott! Ez a 1.25-öst még rátettünk. 13.7. Kihívottam Lindeis Gábor, a magyar Pucanovszki. Gyulai éttermek réme. A Gergő megemeli, lehet megnyeri ezt a harmadik fogóval is, ha megemelik. Hát ez. Én elmehetem. Hát itt... Tehát... Igen, csak döntetlen lesz 12 felen. Én elmehetem. Ja, aha, megvan, megvan, jó. Nem csak megdöntött rajta, ha van kész. Köszönöm. 3x3. Már nem az. Na, mindegy. 3x3-as. Ekkora volt. 5 kilóval kezdünk, aztán ezzel is fejezzük be szerintem. Oh, hát. Nem tudom. Hát, jó volt. Végül jó, jó volt. Szabályosabb volt, mint többéknek előzett a súlyos emelésük. Mihály jött ki? Én fordítva fogtam, Krisztián. Így fogta, én fordítva. Tehát nem. Jó, hát jövök, nem tudom, hogy... Aha, a másik ma is. Nézze, van úgy is. Hoppá. Jó, akkor. Jó. Súlyt is rakunk rá, vagy? Jó. Kéren! Ez nehéz volt nektek? Jó. Ja. Ennél több sokkal nekem nem menne. Nem? Már megérte bejönni. Jó? Jó? Ugye, vízik? Na. Kicsúszott a tejét! Visszatlanítani. Na, mi a helyzet? Gergő. Mindenki bent van? Na, 5 kiló. Akkor tegyük a 6 kilóra. Te legyél elég gyors. 7,5, Gergő kezdi. Jó, következő. Álljunk sorba. Aha, jó. Végül is. Majdnem kiállt vele. Majdnem 40 fokból borította. Jó az. Azt látom. Aha, aha. Na, az van. 10 kiló, olyan nincs volt. 7. Meglepődtem. Megjelentél tőle. De a kis ujjadra figyelj.
határeset. Beírjuk. Terencsúcsnak. Határeset. Ja. Na, jöhet a... Tíz. Jöhet a 10 kiló. Ez mi? Mindjárt. 60 kiló, shoulder van benne, női mert csinálta, női van én. Nekem jó. Azaz, azaz. Ah, ott már leért az ujjára. Jó, hát, jó. Én megadom, én nem láttam. Ez ügyeség. 10 kiló. Döntő. Ez lesz a döntő kör szerintem. Aha. Hát, jó, jó. Mindegy, mindegy. Csak hogy jó oldalra. Persze. Ezt tudom. Ha én ezt tudom. Meg szabad fogás, mint a birkózásban. Na nézzük. Tont. Zárásnak húppincs. Na, könnyű, az igen. Feljött? Csimány. Jó, vagy. Pont háttal álltam. Még súlyt kell átadni a másik teremből. Aha, nekem itt lesz a végé. Én így Gergő és Tomba már csak versenyben, még 1,25-öt rátettek, nézzük. Aha. Vigyázz nekem, mert lendületből akarja. Mindig, hogy csak akarja. Hé! 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 Vigyázz! Vigyázz! Az, ami nem nézte rá, nem nézte. Nézzük Gergőt, ha megemeli, akkor megnyerte ezzel a fogóval is az emelést. Tehát már kéne nyernem, mint nem. Csak emelje gyorsan, mert pár másodpercet van már csak. Aha. Jó, könnyű. 73 kiló por nélkül. 73 kiló, 60 milli az átmérő a fogónak. Savi. Azaz, az igen. Köszönjük a fogókat Bátori Szabinak, lenyomtuk. Jó, elnevetgéltünk, meg elbólózkodtuk, de azért mindenki belefeszült a gyakorlatokba. Nagyon jó volt, örülünk, hogy elküldte, köszönjük szépen még egyszer. Úgyhogy ezek maradnak nálunk, ugye? Igen. Akkor nálunk itt a Charge Gymben bármikor meg lehet próbálni. Ezeket a rekordokat feljegyezzük, és akkor lehet küzdeni velük. Köszönjük szépen a figyelmet, a feliratkozást, a megosztást, a lájkot, szevasztok!